hét első adása. Június 4-e van. Burkus, éppen magamutogató vagy obszén mozgást csinál. Lehet, hogy bele fog sipolni a játékával. Mondtam. Szóval lehet, hogy bele fog sipolni a játékával. De itt vagyunk kint az erkélyen, a saját erkélyünkön. Mi is ez a Sharkbite? Vágjunk azonnal a közepébe. Sharkbite egy hetenként kétszer jelentkező műsor lesz itt, akár live, akár vágott anyag. Alapjában egy vágott anyag lesz az egésznek a koncepciója. Végig fogjuk venni azt, hogy hogyan zajlik egy testépítő élete, és a testépítő az pedig én leszek. És szeretném végigvinni egészen decemberig, most június 4-e van, ahogy mondtam, úgyhogy december közepéig vagy elejéig, attól függ, hogy mikor lesz az utolsó versenyem, végigvinni heti kettő adással, kettő bejelentkezéssel. Lesz az, amikor, ahogy az előbb említettem, live adások lesznek, lesz olyan, hogy elkeveredünk a városban és éppen mit csinálunk, de a hétköznapi tevékenységektől, a sütésfőzéstől alapjába véve a Csaba gondolat megosztásig nagyon sok minden lesz. Nyilván ez azért fontos, vagy azért érdekes, mert nem minden nap happy, nem minden nap pozitív, és nem minden nap arról szól, hogy én ma nagyon motivált vagyok, és 300, és párta van, és nagyon jó, és megyek előre, hanem én szeretném megosztani itt mind a jót, mind a rosszat veletek. Ahogy mondtam az előbb, ezek nem alapjába véve élőadások lesznek, de nyilván, hogyha szeretnétek élőadásokat, akkor lesznek élőadások is. Heti két alkalom lesz, de nyilván, úgy ahogy mondtam, lesznek benne edzés videók is, edzés részek is, úgyhogy én azt szeretném, hogy A-tól Z-ig, fehértől a feketéig mondhatni, mindenről kapjatok tudósítást, mindenről legyen, és nyilván az lesz ezeknek az egésznek a lényege, hogy egy fél évet körülölel. Ugyanis miért indítottam el? Nagyon sokan nem tudják azt, hogy milyen egy versenyző felkészülése, nagyon sokan nem tudják azt, hogy milyen az a testépítés felkészítése, nagyon sokan nem tudják, milyen az utolsó fél év, amikor igazán szenvednek. És nekem, hála Isten, nagyon sok segítőm van, vagy nagyon sokan állnak mögöttem. Per pillanat Sára Gyűrűvel egyeztetem az étrendet, Szulival, ahogy tudjátok, együtt edzünk, vagy segít az edzésben és pózolásban, arról is kaphattok majd videót, remélem, hogy nagyon sok videót kaphattok róla. Csilla a kamera mögött kiszolgál engem kajával, és a hétköznapi, hogy így mondjam, háttér dolgaimat erősíti. Úgyhogy nagyon sokan állnak mögöttem, és én nagyon remélem, hogy ebben az évben sikerül egy 80-85 kilós kategóriába beérnem, de az majd úgyis este. Teljesen meg vagyok keveredve. Szóval úgyis majd megszűjjük azt, hogy mikor lesz az, amikor már látjuk azt, hogy melyik kategória is lesz. Én azért arra készülök, hogy 85 kilót fogtok kapni, nem pedig 86. Úgyhogy szerintem készüljetek föl, nagyon változatos videók lesznek, és ugye szeretnétek valamit hallani, vagy látni, vagy egészen tudósítást kapni, nyilván a WC-zés nem, de bármi hasonlót, azt nyugodtan írjátok, osszátok meg, segítsetek, legyetek ti a rendezők, én ezt szeretném. Mert én biztos, hogy ki fogok fogyni egy 10-20-30 alkalom után. De ti azért mindig megírhatjátok, hogy mire vagytok kíváncsiak. Kövessetek minket, dolgozzatok velünk, edzetek velünk, töltsétek a hétköznapokat velünk. Úgyhogy Sharkbite, ez lesz az új jelszó. Menjünk előre. Dicsőséges Kondi nektek. Sziasztok!